kijöttem ebből a reflexes környezetből, minden panaszom elmúlt. Dr. Guzeo András ideggyógyász tart előadást a központi idegrendszer gyulladásos megbetegedéséről, a szklerózis multiplexről. Az orvos elmélete szerint az idegrendszer megbetegedését okozó kór pusztán gondolati úton gyógyítható. Erről tartott tanfolyamot szombaton Székesfehérváron az ideggyógyász SM Control Stress Control címmel. Elsősorban az a célunk vele, hogy a beteg megértse azt, hogy mi ez a betegség, mi zajlik a szervezetében a betegsége során, és mik azok a tényezők, amelyek az életében előfordulva a betegséget pozitív vagy negatív irányba terelik. Az orvos szerint a stressz és a különböző idegrendszer terhelő változások azok, amik az autoimmun betegséget gyorsítják. Mint mondja, ezeket a testben kialakuló pusztító mechanizmusokat a stressz okozza. A tanfolyamnak az a célja, hogy a betegekkel megértessék, az itt megtanult gondolati technikákkal saját magukat is tudják gyógyítani. És mint az 5 év alatt összegyűlt kutatási anyagok mutatják, ez működik. A betegek 62,5%-ának állapota javult. A betegek közt volt Radóczki Zsuzsa is, aki szintén a pozitív gondolkodásnak köszönhetően lett tünetmentes. Nála 20 évvel ezelőtt a betegség olyan súlyos stádiumába lépett, hogy már járni is alig tudott. Akkor döntött úgy, meggyógyítja magát. Ott a kórházi ágyon mindjárt elkezdtem tanulni az agykontrollt, még abban az évben elvégeztem az alaptanfolyamot, ugyanakkor még a középfokú tanfolyamot, következő évben a felsőfokot, és ott tartok, hogy mellette elvégeztem a kineziológiát is, és most ezeket ötvözve próbálok meg segíteni az embertársaimon, ők is meggyógyuljanak. Július 16-án ismét lesz majd Fehérváron hasonló tanfolyam, ahol ismertetik majd a szklerózis multiplexel kapcsolatos legfrissebb kutatási eredményeket.